Én jobbra számítottam a tavalyi évben, főleg, hogy nagyon sokat tettem a tavalyi EB-et, és nem úgy jött ki az eredmény, ahogy mi szerettük volna. De beszéltük az edző, hogy ez az első évem ifjúsági korban, és hogy nekem igazából ez próba év. Két év idősebbek közt kellett játszanom. Nekem ez az év lesz, ahol már teljesíteni és eredményt elvárnak tőlem. A VVSC Zugló 16 éves asztali teniszezője tartalmas, de kevésbé sikeres múlt éven van túl. Ám bízik benne, az idei esztendőben eredményesebb lesz. Mindenesetre jó jel számára, hogy a nemzetközi porondon nyújtott remek produkciói után nemrégiben az ifjúsági országos bajnokságon egyesben, párosban és vegyes párosban, vagyis mindhárom számban diadalmaskodott. Így, nem tévedés, már 25-szörös korosztályos magyar bajnoknak mondhatja magát. Én nagyon büszke vagyok ezen a téren, nagyon sokat tettem érte. Meg a versenyet már mindenki jött oda hozzám, hogy na Csabi, meg lesz a triplázás, meg lesz a 25. bajnoki címem. Ebben bele se gondoltam, mert csak a cél volt előttem végig a döntőbe és elődöntőbe, és meg úgy álltam oda a versenyhez, hogy nem is szeretnék bizonyítani, én csak játszani szeretném a saját játékomat, és amivel az edzőt megbeszéltük, azt megjátszani. Cseh nemzetközin volt egy berobbanás csapatban, ott lett egy második helyezett érmünk. Kikaptunk Szingapúrtól párosban, 4-0, aránylag szoros 3-2-vel. Meg az olasz nemzetközi szerzett érem után szerintem ez bízható, meg benne van az esély abban, hogy az EB-n érmesek leszünk, vagy talán aranyérem is benne lehet. A nyári korosztályos Európa-bajnokság előtt azonban komoly és egyben rendkívül megtisztelő feladat vár rá, hiszen ott lehet az éppen egy hét múlva kezdődő felnőtt világbajnokságon, a Hung Expo-n. A számomra nagyon nagy jelentőségű. Nagyon várom természetesen a VB-t. Főleg azt, hogyha csinálok egy pontot, vagy többet is, vagy szetteket, akkor szurkoljanak sokan nekem, azt nagyon várom. És hát nagy presztízs lesz nekem, mert első VB-n nem tudom, milyen érzés ilyenkor ott bent játszani, biztos ideges az ember, meg teljesen más gondolom, mint egy Európa-bajnokság. Itt mindenki itt van, minden jó játékos, és hát szerintem tudok tanulni tőlük, és nagy jelentőség nekem. Egyre többet vagyok most itt edzésen, most egy kicsit a sulit hanyagoltam is emiatt. Most ez a hét, ez nagyon speciálisan zajlott, mert volt, amikor napi kettőket edzettem. Most ez a levezetés, ez a hétvégén ez így jó, mert így tudom folytatni a következő hetet jól. És Mátraházán tudunk készülni a VB előtt 4-5 napot a csapattal. Együtt lét a legfontosabb szerintem, összeszokjon a csapat, meg hogy legyen egy jó közösség. A zuglóiak ifjú kiválóságától azt is megkérdeztük, van-e példaképe a nemzetközi felnőtt mezőnyben. Persze van olyan, alig várom, hogy lássam őt élőben is. Most jelenleg nem a világ első, de hátrébb csúszott, de én a Malongra nagyon kíváncsi vagyok természetesen. Hát nekem ő a példaképem, az egyik, a sok közül. Hát szeretnék majd mellette ütni a teremben. Valóra válna az álmom, hogyha Malongval tudnék egy meccset játszani. Persze a fotó is félig meddig, de örülnék persze neki. De mindenféleképpen megpróbálom, hogy tudjak, menjek ki egy-két kört, szeretnék menni, hogy tudjak vele játszani. És hogy összességében milyen célokat tűzött ki maga elé 2019-re? Hát a VB után lesz egy spanyol nemzetközi, ahova megyünk páran. Én nagyon szeretnék érmes lenni ott, mert a ranglistában az nagyon sokat számít, meg az Európa ranglistán lévő helyezésem. Örülnék neki, hogy a 8-ba ki lennék emelve. Jobb lenne a sorsolásom is, meg elkerülnék egy-két embert, akit nem érzek. Mert utána lesz egy nemzetközi, ahol szintén érmeket várunk, de ott azért benne van az a veszély, hogy ki lehet kapni ott akárkitől, mert az nagyon rangos verseny, és oda általában mindenki eljön az EB előtt, mert oda viszik általában komplett Európa-bajnoki csapatokat, és meg ázsiaiakat, főleg ázsiaiakat hoznak, és az nagyon komoly megerőltetés.